Köszöntöm a kedves nézőket, ismételten ízlelő, méghozzá a malát a sörkertből. Egy fantasztikus helyre igyekszem. Két fantasztikus ételt fogunk elkészíteni. Picit hűvös van, de a smoker mellett meg fogok melegedni. Tartsanak velem! Na hát kérem szépen, valami finomsággal készültél, nem is egyel, hanem többel. Olyan ételek ezek, amelyek az étlapotokon rajta vannak? Üdvözlöm a tévénézőket. Igen, ezeket az ételek, amit most kitaláltunk, meg bemutatunk, ez egy nagyon egyszerű, nagyon gyorsan elkészíthető risotto, tejszínes gombás risotto, és a főételünk pedig egy saját profilunk, a barbecue-s profilunk, ami egy marhanyak lesz, egy kis kolbászos gyöngyhagymás ragúval. Úgy indulunk, hogy nagyon jó minőségű, tiszta olívaolajjal kicsit eldolgozzuk. Úgy, hogy szokták mondani a régiek, üvegesre pirítjuk. Na, mivel ízesítesz? Nagyon egyszerűen. Ez a legegyszerűbb elkészítési módja. Egyébként a receptúrában meg fogjuk adni, hogy leveskockát is érdemes beletenni, tehát egy ilyen alaplevet. De most ezt azért készítem így, mert hogy a gombának külön íze lesz. Tehát ne a leves ízt érezzük, az alapleves ízt, hanem magát a gombát érezzük. Hozzátették a csipetnyi ízlés szerinti sót. Én ilyenkor szoktam beletenni a fehérbort, ez egy nagyon jó száraz fehérbor. Ezzel a mennyiséggel. Amikor elértük azt a pontot, amikor kezd a víz beindulni, tehát úgy mondom, hogy kezd kinyílni, most ráöntjük a majdnem az egész mennyiséget. Vízből? Vízből. Ez körülbelül egy olyan 1,1-1,2 liter, és az a lényeg, hogy mindig legyen kéznél még egy pici víz, mert ez folyamatosan mindig hízlalni kell. Következő a gombamártás, amit én úgy szoktam készíteni, hogy vajat mindenféleképpen mindenki tegyen bele, mert megéri. Egy pici olajat teszünk a serpenyőbe. Erre rátesszük a vajat. Ugyanis ha legelőször csak a vajat tesszük rá, akkor az általában meg is ég. Tehát ne is csodálkozzon senki rajta, mert a vajba még író, ami tartozik hozzá, az egyszerűen megég. Itt is barnul egy kicsit, de ez nem ég. Ez micsoda praktika, kérem szépen. Igen, hát megvannak az alapszabályok itt a... Ez pedig itt most a hagyma már. Ez pedig itt már itt a hagyma, igen, de kicsit lejjebb veszük, hogy ne legyen annyira. Itt kicsikét üvegesre meg kell pirítani. Én egy picit fonyasztani szoktam, tehát semmiképp nem pirítom, egy picit fonyasztom, egy-két percet vesz igénybe. Ilyenkor már érdemes egy picit fűszerezni. Nagyon pici sóval. Fűszerezésnél is vigyázni kell, hogy inkább többször fűszerezzünk, mint egyszer. Hát így van, mert kivenni már nehéz belőle. Szépen alulra van fűszerezve, és akkor utána majd még a végén meg tudjuk kóstolni. Ez egy picit üvegesre megfonnyadt. A következő lépés, amikor már... Milyen gombát teszünk el? Ez most champignon gomba. Mi már próbáltuk szezonálisan erdély gombával is a risottót elkészíteni, róka gombával, de... Az nagyon finom. Zseniális, zseniális. Én nagyon várom, várom a tavaszt is, hogy jöjjön a gyöngyhagyma, mert nekem nagy kedvencem. Akkor általában heti étlapunkra azt abból szoktunk specialitásokat föltenni, és gyakorlatilag ezzel próbáljuk egy kicsit úgy színesíteni, frissíteni a palettát. Közben azért kevergettem a risottót is, mert ennek ez a lényeg, hogy szép lassan gyöngyözve dagadjon a rizs. Elérkeztünk arra a pontra, amikor már a gomba levelet eresztett, és ugye az összes ízanyag itt van benne, ezt meg is mutatom. Gyönyörű szépen. Ez olyan médiumnak mondanám, félig van elkészülve. Most a legfontosabb hozzátartozó anyagok tejszín, és a tej hozzáadásával ezt most észre pirítom, összeforralom. Ez mennyi? Ez egy 5-6 perc. És ha az a 15-20 perc, amit egy risottóra rá lehet szánni, körülbelül is lehet készíteni, addigra meg lesz a risottó is. Gyönyörű szépen kezd főni, kezd meghízni. És
És nagyon fontos a risotto kóstolásnál, hogy ez az al dente jelleg meglegyen, ez a roppanós jelleg. Tehát középen egy picit roppannia kell, nem szabad szétfőzni. Ez a lényege, hogy a gyönyörű szem megdagad, magába szívja a szaftot, de még hagyni kell egy kis lehetőséget neki, hogyha összeforraljuk a mártással, akkor ez egy komplett készétel legyen, ami finom. Recepthez hozzá tartozik egy díszítő elem is, amit most szeretnék prezentálni, megmutatni a kedves nézőknek, hogy mennyire egyszerű egy ilyen chipset elkészíteni. Ez mi? Ez egy grana padano parmezán sajt. Ez a lényege, hogy eleve szoktam a risottóba is beletenni. Így körülbelül ez a mennyiség. És elkészítése pedig annyi. Mi Salamanderben szoktuk egy ilyen felső grilles módba szoktuk elkészíteni, de nyugodtan ugyanígy egy serpenyőbe otthon bele lehet tenni ezt a sajtot. Nem igényel nagy tudományt, annyi, hogy egy-két ilyen csíkot húzunk a sajtból. Nem kell félni tőle, ez egy nagyon kemény, száraz sajt, ami nem szokott minket megtréfálni. Ha zsíros sajttal készítjük, az szétfolyhat. Az nem ennyire masszív, mint ez a parmezán. Ez most bemegy a úgynevezett szalamanderbe, ez egy ilyen pirító grillrendszer. Mi a szendvicseinkhez, különböző ételeinkhez, meg majd a főételnél is majd látod, hogy a sajtot ezzel szoktuk rápirítani az ételre. Időközben elkészült, van egy bázis szószunk, egy nagyon kellemes kis már kezd sűrűsödni a mártás. Ízileg még mindjárt rákóstolunk a drága kis sushi-fémmel. Na de kérem szépen megmutatjuk, hogy ilyen csuda kanáltartótok van, ez valami fantasztikus. Igen. És csak mutatom, igen, hogy nekem is van. Így van. Úgyhogy én is kóstolok. Először megimitálnálak egy rizskóstolásra, nagyon óvatosan, mert forró. Igen. Ennek még körülbelül egy-két perc híja van, hogy al dente legyen, de meg fogod érezni, mi az al dente. Kérlek szépen, több évet töltöttem el az ízlelő konyháiban, úgyhogy az al dente az volt az első, amit megtanultam, és ez tényleg így van, tehát nem viccelek. Komolyan, ez volt az első, amit megtanultam. Mit is jelent? Na jó, vicceltem. Roppanós. Tudom. Tényleg, egyébként tényleg roppanós, finom, úgyhogy az ott rendben van. Amikor ez megvan, tegyük is rá szerint. Nyomhatod. Ez a mennyiség 4 adagra van. És most kell figyelni, azért főzzük meg al dente-re, mert még most is fog puhulni, hogy ne főjön szét. És ugye ne felejtsük el, hogy ha a rizst elkezdtük ugye ízesíteni, meg külön ízesítettük a gombát, a kettőnek összeadódik. Bizonyám, és utána bajba lehetünk, hogyha esetleg mind a kettő túl van kicsit fűszerezve. Ez szépen már ilyenkor tárolási minőségre szoktuk besűríteni. Folytatásban mi készül majd? Mi lesz a második ételünk? Hát uruguayi marhanyakat fogunk elkészíteni. Itt a rámeső rész tulajdonképpen maga a barbecue folyamat, vagyis a húsnak az előkészítése. Fontos nálunk tudni, hogy a marhahúsokat, az kizárólag dél-amerikai húsmarhával dolgozunk. Ezen belül is a étlapon nálunk az uruguayit lehet megtalálni, de különböző esteken szoktunk argentin, brazil marhát felhasználni, illetve volt olyan estünk, ahol bélszínnek US Prime texasi bélszínt használtunk. Na hát akkor azt gondolom, hogy kapjuk el a húst. Na fogjuk meg. Nagyon fontos egyébként, hogy bal kézzel nyúlunk kizárólag a húshoz. A barbecue-nál fontos igazából, hogy egy tömb legyen az egész, hiszen maga a marha 10-12 órákat lesz benne smokerben, és ha vannak benne ilyen különböző kiálló részek, akkor azok nem lesznek másak a 10 óra után, mint ilyen gyönyörű pörzsanyagok. Tulajdonképpen meg vagyunk tiszta. Ez így van, eltávolítottunk róla minden felesleges zsírt, eltávolítottunk róla minden kiálló részt, gyorsan szépen be fogjuk olajozni.
nem variálunk ecsettel, felesleges. Ez az olaj elsősorban azért kell, hogy a rávitt szárazpácnak legyen egy kis ragasztó felülete. Tehát menet közben ugye magának a húsnak is megvan a saját zsiradéka. Nagyon fontos, hogy kizárólag azért használunk húsmarhát, mivel ennek lényegesen nagyobb a szövetközi zsírtartalma, mint a Magyarországon kapható tejelő marháknak, azokkal sajnos nem tudunk mit kezdeni. A mai napon fűszerezéshez texasi fűszerezést fogunk használni. Mi a lényeg, hogy texasi? Sóbors, semmi extra, ugye itt a marha saját magát kell, hogy eladja az asztalon. Ráadásul egy jellegzetes íze van. Ez egy nagyon jellegzetes marha íz, nem akarjuk elvinni semmilyen irányba, a fűszerkeverék az saját. Saját magunknak szoktuk darálni frissen. Ez borsból áll, nagyszemű sóból, fontos a nagyszemű só egyébként, és akkor közben elkezdem szépen a... Fontos, hogy nagyszemű só legyen, mivel ugye, ahogy mondtam, 10-11 órákról beszélünk, ha kis szemű sót használnánk a barbecuehoz, akkor nagyon gyorsan kikezdenék szívni a nedvességet a húsból, amire nekünk nagyon abszolút nincsen szükségünk. És mi még egy kis kávéval szoktuk megvariálni frissen. Ez komolyan mondod? Igen. És az itt benne van? Benne van, igen. Van amelyik bors, van amelyik kávé. Ahogy látszik, ami nagyon fontos, hogy komplett fedjük be a húst, de úgy, hogy még itt tudjon lélegezni. A fűszerkeverék az tartalmaz nátszukrot is. A nátszukor az azért kell, hogy kicsit karamellizálja a húst a 10 órás barbecue sütés közben. Ettől fog kinézni a végén úgy a húsunk, mintha viszonyatosan szétégne, mint a barbecue hús. De közben nem is. De közben nem, hanem ez a maga a cukor karamellizálódik rá szépen, és amikor az ember belevág vagy belekóstol, akkor abszolút nem azt a szeles ízt fogja érezni, hanem magát a gyönyörű, roppanós, száraz, pácos réteget. Akkor vigyük, én úgy gondolom, ki a smokerbe. Kérem szépen, itt vagyunk kint a smokernél, de néhány mondatot azért erről a csuda dologról mesélj nekünk, mert jó, igen, mi ő? Ki jó. Ő? Hát ő egy szekrény smoker, egyébként Nédi Hangeli. Egy magyar cég készíti különböző kivitelekben. Ez, amit itt látunk, ez azért az erősen gasztro kivitel, tehát meg tudjuk pakolni rendesen nyári fesztiválon hússal, egy ilyen 40-50 kg húst bele tudunk dobni. 5 rács van, ezt majd láthatjuk akkor, amikor szépen kinyitjuk. Működési jelve az kő egyszerű, ami fekete, ahhoz nem jó hozzányúlni, mert az nagyon forró. Ebben a részben van a tűztér, faszénnel tüzelünk. Itt pedig alul ő gyűjti egyrészt a parazsat, plusz ide szoktunk behelyezni a füstölőfát, ami lehet hikoritölgy, vagy ízesítéskor lehet vörösboros hordó dongája. Itt az, hogy milyen fával nagyon sokat igen, különböző húsokhoz, különböző fát szoktunk használni. Ezekhez a tömbhúsokhoz, ami nálunk standardban az étapon van, mint a tarja vagy az uruguayi marhanya, az általában hikoritölgyet szoktunk használni. No, hát igazából akkor... szép füstös ízt ad neki. Ott szépen szabályozunk a levegővel a hőmérsékletet, ami zöld, azt pedig szépen hozzá lehet nyúlni. Itt a kis KCBS logó, Kansas City Barbecue Society, aminek mi is tagja vagyunk, versenyen vagy gyűláskodáson is szoktunk részt venni. Na akkor tegyük be az előkészített húsinkat. Jó. Itt nem árt azért már a kesztyű használat. Szépen kihúzzuk a rácsot. A rácsot azt beszoktuk olajozni előtte, mert tisztítása sokkal könnyebb utána. Elhelyezzük a húst, és szépen bedugjuk a magkönnyérőt. Ennek nagy jelentősége van a kéz. Mert hogy? Azért, mert hogy ugye a nagy húsoknál mindenképpen a magkőmérséklet alapján döntjük el, hogy nagyjából hol tartunk a sütésbe. A húst 85 Celsius fokos magkőmérsékletnél becsomagoljuk sütőpapírba vagy fóliába, és amikor eléri a 92 Celsius fokos maghőt, akkor szépen rá próbálunk újjal, és ha megfelelő puhaságot tapasztalunk, akkor igazából készen van. Ezután szépen pihentetjük több órán keresztül, és utána kapja vissza a konyhát.
eltelt 8 óra hossza, tulajdonképpen. Jó. Itt már nem fehér tesszűbe dolgozom. Hát itt már megvolt a rácsomagolás. Húsunk készen van. És most szépen pihentetni fogjuk egy picit, utána pedig meg fogja kapni a konyha. Na hát akkor induljunk, vigyük. Időközben elkészült a hús, 8 óra kemencézés volt, és gyakorlatilag utána egy jó másfél órát volt pihentetve. Ez már egy gyönyörű szép megpihent hús, amit most mi ebből a fóliából kicsomagolunk. Oly, de szép lett. Új, de nagyon szép a hús. Meg nagyon puha, tehát arra kell nekünk vigyázni. Gyönyörű. Arra kell nekünk vigyázni, hogy nehogy szétessen. És tetszik látni? Itt ezt hívják. Hogy is hívják? Kéreganyag? Pörzsanyag? Réteg? Nem. Mit tudom én? Smokeringnek hívják. Köszönöm, most akkor megtanultam. Ez a szakmai neve. Smokering? Smoke, tehát a füst. Jó. Smokering. Füstring. És gyönyörű szépen egy általunk bevált módszerrel így felvágjassuk. Van egyébként, hogy leeső darabok vannak, mi azt csinisbabba szoktuk beletenni, vagy szendvicsben. Vagy neki adjátok a műsorvezető. Természetesen az etetést majd utána fog lezajlani, meg a kóstolás. Kolbászos gyöngyhagyma ragú készül most. Hát én átadom természetesen a főszerepet nekem. Köszönöm szépen. Itt már közben a eredetileg megadott mennyiségeknek megfelelően össze van készítve az alapanyag. Egy nagyon kevés kis szalonnát fogunk lepirítani. Közben elkészítjük, míg ugye előkészülnek az alapanyagok. Roslapon egy kis olajat föltéve föltesszük a burgonyákat. És ez ilyen burgonya chips lesz, csak jó vastag. Nem, gyakorlatilag így is lehet mondani, de ez inkább azt mondom, hogy ilyen rustikusabb, és nagyon kellemes íze van, amikor megsül. Milyen fűszer megy rá? Ez steakfűszer, ezt bárhol lehet kapni, mindenféle ízesítésű van. Mi egyszerű ilyen steakfűszerrel szoktuk fűszerezni. Nem igényel nagy fűszerezést, egy picit csak. Utána óvatosan meg kell fordítanunk, és majd amikor már átfordítottuk, egy kis sülés után egy picit cheddar sajttal, ami egy nagyon kellemes holland zsíros sajt, amit barbecue konyhákon nagyon nagy előszeretettel használnak, mert egy kicsit markánsabb az íze, azzal lesz majd szalamanderba bepirítva. Közben a szalonnánk is elkészül. Igen, elősült, rátesszük a hagymát. Következőképp ugye a legfontosabb alkotó része ennek a ragunak a kolbász, ez egy lángolt kolbász. Szintén egy picit főkezeljük. Ez itt mi a kezedben? Ez itt olajban összevágott hagyma. Fokhagyma. Igen. Nem túl sokat teszünk rá, de elbírja maga a ragú. És még mindig nem fűszereztünk, mert itt is a szalonnának is ugye megvan a maga fűszeres íze, a kolbásznak is. Nem nagyon szeretnénk, hogy elmenjen a maga az ízhatás. Kicsit óvatosabban kell bánni a fűszerekkel. Én ilyenkor rá szoktam egy pici borsot tenni. Most nem is az eredetit, hanem inkább ezt a frissen őrölt borsot, mert ennek teljesen más a ízhatása, frissen van őrölve. Így is arra kell vigyázni, hogy ne piruljon, hanem inkább egy picit visszaveszünk a lángból, hogy kicsit dinsztelődjön. Elértük a megfelelő állapotot ahhoz, hogy hozzáöntsük a gyöngyhagymát. Remek. Nincs is nehéz dolgom ilyen segítséggel. Hát ne is hangulj, kérlek. Hozzátesszük. Nem kevés petrezselyemet, mert nagyon jó víz, amit nagyon szeretem mindenhez használni. És megkérlek, egy pici vizet szeretnék még kérni. És akkor nem egy túlságosan nagy mennyiségű vizet hozzáöntve, ezt egy picit összepároljuk. Következő lépés, ugye az enyhén fűszeres lesült burgonyánkra rátesszük ezt a kis
kicsit pikánsnak mondanám ezt a cheddar sajtot. És mehet be a szalamanderbe. 2-3 perc, amíg előmelegítjük a húst, és a ragú is összeáll, addigra el is fog készülni. Már csak a tálalás van hátra, néhány pillanatnyi gondolat, és azzal jövünk. Na kérem szépen, legutóbb, amikor itt nyártunk, szia, akkor egy édes palacsintát készítettünk, ma pedig... Egy sósat fogom. Ó, legyen sós. Kezd el is ki. Ja, bocsánat, mi lesz a neve? Hát ennek különösebb neve nincsen, tehát mivel annyi összetevője van, ezért tehát ez egy sonkás, kolbászos, tejfölös, kukoricás, sajtos csoda lesz. Tehát ezzel el is mondtuk a hozzávalókat, vagy a tölteléket, és ez maga a neve. Így van, tehát külön nevet nem adtunk neki. Úgy indul, hogy a palacsintát el kell készíteni, ezt én átadom a lehetőségét neked. Legutóbb ugye megbeszéltük, hogy az édes palacsint az mitől édes, na most a sós palacsinta mitől sós, attól, hogy? Hát benne nincsen ugye cukor, hanem sóval ízesítjük a tésztát. Picit több a só, de ez nem azt jelenti, hogy elsózzuk, hanem csak, hogy... Így van, nem szerelmes a szakács, úgyhogy nem sózunk túl. Szépen ilyen aranyszínű lesz az egyik oldala, ez a jó. A másik oldalának már nem feltétlen kell ennyi idő. Így van, az hamarabb készen van. Az... Ott egy pici színt kap, mert hiszen már átsült a tészta. Ha már említett hozzávalók ott vannak, légy szíves, akkor töltsd meg a palacsintát, hogy azzá váljon, amivé kell. És közben mondd is, hogy először is tejföl. Tejföl, így van. Ezzel közöttük. Szépen megkenjük. Arra ügyelsz, hogy a teljes tészta részbe legyen kenve, vagy csak a közepe? Ezt a közepét töltjük, mivel hogy ezt másképp hagyjuk, mint a többi palacsintát. Aztán jön hozzá. Mindegy lenne itt a sorrend? Itt a sorrend teljesen mindegy. Az a lényeg, hogy minden belevaló bele legyen téve. Végére jön a sajt. Így van. Hát én úgy látom, hogy ezt bőségesen megtöltötted. Igen. És körülbelül azt figyeltem, hogy hát az arányok itt, ha lehet ilyet mondani, egy az egyhez. Tehát jó, a kolbászból ugye egy vékony réteg, de aztán a kukorica, a sonka, tehát az nincs értelme arról beszélni, hogy most ebből egy deka, öt deka, tíz deka, mert ami belefér. Így van. Na és aztán a továbbiakban pedig... Na. Ez a speciális összehajtom, hogy ez másod lesz? Aha. Így van. Ezt így szoktuk hajtani. Így, négybe. Nagyon szépen ott van. Eltelt néhány perc, a palacsintánk egy picikét én érzem a kezemben is, hogy meleg, gőzölög, mert hogy betettük pár percre a mikróba, azért, hogy... Hát éppen elég alapján, hogy díszítsük is meg. Értelemszerűen itt most nem porcukrot fogunk használni. Tulajdonképpen egyetlen egy feladatunk maradt a végére, hogy megnézzük a mai ételeink pontosan miből állnak. Gombás risotto parmezán chipszel hozzávalói 4 személyre. Risotto rizs 400 g. 0,5 dl olívaolaj. Egy csipet só. 1 dl száraz fehérbor. Illetve az alapléhez húsleves kockát lehet még adni. Aztán volt még nekünk 600 g-nyi champignon gombánk, 50 g vaj, egy kisebb fej vörös hagyma kell még, tejből 3 deci, tejszínből 2 decilitrnyi, sóból és őrölt borsból ízlés szerint egy-egy csipetet, vagy kettőt-kettőt is beletehetünk, és kellett még hozzá 40 g parmezán. Barbecue marhanyag kolbászos gyöngyhagyma ragúval, csídáros pirított burgonyával, hozzávalói 4 személyre.
1 kg marhanyak, 200 g lángolt kolbász, kell még hozzá 50 g füstölt szalonna, egy közepes fej vöröshagyma, 4 gerezd fokhagyma, gyöngyhagymából 100 g, só és őrölt bors itt is ízlés szerint, petrezselyen bőséggel egy csomó, kell 1,2 kg főtt burgonya, csídársajt 100 g, grillfűszer keverékkel még hozzá, és 2 evőkanál étolaj. Volt nekünk ugye palacsintánk is, méghozzá tejfölös, sonkás, kolbászos, kukoricás, sajtos palacsinta. Hát mi is kellhetne hozzá, ugye a palacsintához tojás, liszt, tej, só, olívaolaj, illetve mindenki elkészíti a palacsintát, és hát a nevéből adódóan kell hozzá ízlés szerint tejföl, sonka, kolbász, kukorica és sajt. Elérkezett a búcsú pillanata, két fantasztikus ételt készítettünk, mert ebből most én mindjárt köszönöm szépen. Az egyiket meg is kóstolom, hát természetesen a marhanyakat. Én bízom benne, hogy nem bánták meg, hogy most is velünk tartottak. Ha így lesz, akkor nézzék ezt a műsort legközelebb is. Mit is mondhatnék így a műsor végén? Jó étvágyat! Családias környezet, különleges ízek, egyedi fűszerezésű, smokerben sült barbecue ételek, napi menü, folyamatosan bővülő, minőségi magyar kézműves és kraft sörök kínálata, naturális kézműves borok, sör és borestek, tematikus és steak estek a szakma kiválóságaival, baráti hangulatú magán és széges rendezvények kiváló helyszíne, Maláta Sörkert, Szolnok, Szapári út 17. Ne keresse tovább, megtalálta. Ballagások, meetingek, konferenciák, családi és céges rendezvények kiváló helyszíne. Lehetőség helyszíneskedésre. Exkluzív 120 fős rendezvénysátor, jacuzzi, kemence, pokácsolási lehetőség. Nagyobb létszámnál szolnoki helyszínünkön 350 főig. Ne legyen gondja a szállással. Várja a 60 férőhelyes vagy nyugati hangulatú motel. Több mint 20 éve folyamatosan üzemelő étterem. Izgalmas gasztrokaland a Convoy City-ben. www.convoycity.hu